Köszöntelek benneteket! A következő napok sem tartogatnak lényeges változás számunkra, azaz továbbra is a záporok, illetve a zivatarok maradnak a főszerepben. Emellett viszont lesznek olyan területek, ahol kiadósabb mennyiségű eső is előfordulhat, ezért pedig nem más, mint egy ciklon lesz a felelős, amely pont hazánk fölött helyezkedik majd el. Jobban mondva, hazánknak a keleti része fölött fog örvényleni, és ennek következtében az országnak a nyugati részén stabilabb, míg a keleti területeken labilisabb lesz a légtömeg, így holnap is inkább majd a keleti területeken számíthatunk zivatarokra. Az előttünk álló éjszaka még sok marad a felhőzet, inkább csak helyenként szakadozhat fel átmenetileg a felhőtakaró, és záporra, zivatarra, illetve esőre is több helyen lehet majd számítani, zivatarra inkább csak az északkeleti-keleti területeken van nagyobb esély. A minimum hőmérséklet az nem lesz túl alacsony, ugyanis a szél az kissé leengedezni fog, illetve felhős csapadékos lesz az idő, így a hajnali órákra nagyjából 14 és 19 fok közé hűl le a levegő. Aztán kedden a nap első felében még erősen felhős vagy borult időre készülhetünk, aztán gomolyosodni fog a felhőzet, viszont továbbra is maradnak olyan területek, ahol erősen felhős marad az idő. Záporok, zivatarok, illetve eső továbbra is több helyen előfordulhat. Zivatarra napközben a Duna vonalától keletre van nagyobb esély, aztán az esti órákban már a Dunántúlon is kipattanhatnak zivatarok. A szél iránya az igen változatos lesz, ugyanis a ciklon az Alföld fölött fog elhelyezkedni, vagyis a ciklonnak a középpontja, így az Alföldön a változó irányú szél az többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Az északi középhegység térségében az északi-északkeleti szelet kísérhetik élénk széllökések, a Dunántúl nagy részén pedig az északi-északnyugati szél fog megélénkülni, illetve helyenként megerősödni. Amúgy intenzívebb záporok, illetve zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcsértékek pedig az ország nagy részén 21, illetve 27 fok között alakulnak majd, viszont a tartósabban felhős részeken előfordulhatnak alacsonyabb értékek is. Aztán főként majd az éjszakai órákban, itt a Dunántúlnak az északkeleti részén, a főváros tágabb környezetében, illetve az északi középhegység nyugati felén akár jelentősebb mennyiségű eső is lehullhat majd, tehát most nem felhőszakadásra kell számítani, hanem az esőből hullhat le majd akár 10 mm-t meghaladó csapadékösszeg is. Ami pedig a következő napokat illeti, lényeges változás tehát nem várható, marad a meleg, nedves és labilis légtömeg fölöttünk, így továbbra is több helyen számíthatunk majd záporra, zivatarra, emellett pedig a hőmérsékletek is az ilyenkor szokásosnak megfelelően alakulnak. Ezzel pedig szeretném is megköszönni a figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és tartsatok velünk holnap is. További szép napot, sziasztok!